Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Aggasztóan aktuális ma az életmenete, és fájdalmas az emlékezés a holokauszt áldozataira. Talán sokan úgy véltük, ha a 20. század előtti történelmi tragédiákból nem is tanult az utókor, de a náci és velük kollaboráló nyilasok által elkövetett tömeggyilkosságokból és népirtásból levonta a megfelelő tanulságokat. Tévedtünk. A náci Magyarország tradícióját és a gonosz szellemiségét megidéző Jobbik fanatikus képviselői immár az ország házában jelenítik meg azt a nemzetpusztító átkozott örökséget, amely ellen közel 600 ezer magyar zsidó, több ezer roma és más közösségekhez tartozó ártatlan áldozat vére kiállt az utókorhoz, és személyes hitem szerint Istenhez. Márpedig, ha a fanatikus ember ellenőrizhetetlen hatalomra tesz szert, és démonizálódik a gyűlölettől, képes fele barátját megnyomorítani, képes embertársa jogait, méltóságát agyakba taposni, képes a legnagyobb kincsétől, az élettől megfosztani, ráadásul emberi mi voltát leginkább megszégyenítő módon. Ezt is bizonyítja a történelem. És azt is, hogy a végkorszakok dühöngése után az emberiség kevéssé tudja az áldozatokat kárpótolni. Az elpusztított életeket és elrabolt sorsokat visszaadni pedig képtelen. Marad az emlékezés. Kötelességünk emlékezni mindazokra, akik politikai őrültek, etnikai és vallási tisztogatási mániájának váltak tragikus kárvallottjaivá. Az emlékezés ugyan képtelen megeleveníteni és újra létbe szólítani azokat a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, aggasztyánokat, akiket a náci és nyilas téveszmék által vadállatok kegyetlenségét is felülmúló gonoszsággal taszítottak a pusztulás vermébe. De az utókornak akkor is tudnia kell, hogy adósa e mártíroknak. Hogy kőbe vésett kötelessége tisztelettel adózni emléküknek és tragédiájuk történelmi valóságának. Azért vagyunk emberek, hogy a múltat nem a mindenkori hatalom önigazolása alapján értelmezzük, hanem az áldozatok, a kiszolgáltatottak, a megalázottak tényleges tragédiája szempontjából. Ezért gyűltünk ma itt össze, hogy nemzedékről nemzedékre fennmaradjon a múlt koncentrációs és haláltáboraira, tömegsírjaira, a halál útjára való emlékezés. És kimondjuk, hogy ezek diabolikus alkotói, a nácik, nyilasok, antiszemiták és utódaik örökre kiérdemelték a civilizált világ elutasítását és Isten ítéletét. Az élet menete évről évre tájékozódási pontot ad a magyar társadalomnak. Megmutatja a humanitás számára a különbséget a helyes és járhatatlan út között. Lehetnek etnikai, vallási, politikai, gazdasági, életvezetési különbségek, érdekellentétek, sőt feszültségek is közöttünk, de ezek kezelésében a gyűlölet és az erőszak soha semmilyen formában nem játszhat szerepet. Hisszük, hogy a társadalmi béke megőrzése érdekében a konfliktusokat kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéddel, vagy kompromisszumok során kialakított modus vivendivel kell megoldani.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Mégis van egy pont, ahol konfrontálódni kell. Ki kell mondani, hogy ma már nem elegendő pusztán elítélni a náci, nyilas gaztetteket és gyilkosokat, nem elegendő csak emlékezni az áldozatokra, a Jobbik ugyanis nyílt antiszemita és roma ellenes retorikával közel 17%-os támogatottsággal jutott be az országgyűlésbe, abba a parlamentbe, amelynek ülésterméit a II. Világháború előtt rasszista, zsidó ellenes törvények meghozatala szennyezte be. A demokrácia lehetőségeit kihasználó, de lényegét és normáit tagadó mozgalom minden tisztességes magyar embert súlyos, erkölcsi és szellemi kihívás elé állít. E kihívás megkerülése, vagy a közömbösség súlyosan kártékony és szégyenteljes magatartás. Emlékezésünket csak az hitelesíti, ha felveszük a küzdelmet a hétköznapokban is. A szűkebb és tágabb környezetünkben egyértelművé tesszük. Nem törjük a náci példaképeket követő, nemzetünk szívét, lelkét mérgező, agresszív nacionalisták uzításait. Egyértelmű a názareti Jézus proféták sírjait ékesgető, képmutató farizeusokhoz intézett szavainak üzenete. Kizárólag akkor kerülhetjük ki a képmutatás csapdáját, ha egyszerre ítéljük el a múlt népirtásait, gyilkosait, és fogjuk le a jelenkor potenciális gyilkosainak kezét, és némítjük el a gyűlöletre uszító szájakat.